játékszín, az az igazság, hogy már olyan erősen foglalkoztatott, hogy így mondjam, és annyira telített, hogy azt gondoltuk, hogy megpróbálunk egy új játszóhelyszínt találni. Hát a darab azért azt gondolom, hogy elég ismert alapokon nyugszik. Általában mindenki hallott már a Kellemes Húsvéti Ünnepeket című filmről, Jean-Paul Belmondóval és Sophie Marceauval. Tehát az történik, hogy mindenki belesétál szépen lassan a saját kelepcéjébe. Annyit azért elárulhatok, ez nem lesz meglepetés, hogy talán happy end lesz a vége. Az én karakterem belecsöppen egy olyan kalandba, amire nem számított, illetve egy egész másfajta kalandra számított és más tervezett. Hát egy kis könnyű tavaszi liaison volt a pakliban eredetileg, és aztán egyszer csak ugye beállít, hazaállít a feleség, aki hát eddig titokban volt a lány számára. Az helyzet, hogy én már szinte minden este Belmondóval elmondok, azt gondolom, hogy Iván nem véletlenül talált meg engem erre a szerepre, egy magát jó karbantartó érettebb férfi vagyok, és bizonyára a képességeimmel is teljesen tisztában van, úgyhogy szerintem ennyire pofán nem nagyon tudom, hogy mikor talált itt szerep utoljára. Picikét alpári, nagy pofájú, picit trampli, hiszen nyilván ezért esett rám a választás, persze viccelek, de ő egy ilyen nagyon szabad szájú hölgyemény, aki szerintem egy nagyon szerethető figura. Egy nagyon szórakoztató és nagyon élvezetes színházi estét ígér a darab. Úgyhogy ez a játékszín produkciója biztosan meg fogja tölteni a munkkor nézőterét.